A K-monitor összesítéséből kiderül, hogy a kormányhoz közeli oligarcháknak áll a zászlók, ők szerzik meg a földeket és a támogatásokat. Köszöntöm Juhász Attilát, a K-monitor munkatársát, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! No, akkor nézzük, ugye a kezdetek kezdetén a koncepció tulajdonképpen az volt egyértelműen, hogy a kisebb családi gazdaságokat kell valamilyen módon fejleszteni, aztán valahogy ez máshogy alakult. Igen, vagy hát alapvetően itt érdemes kezdeni, hogy itt ugye már ott állunk, hogy az EU-nak van egy közös agrárpolitikája, ami a belső mezőgazdaságot szeretné támogatni. Ennek fő célja így az élelmiszerbiztonság, meg általában véve a vidéki területek versenyképességének növelése, és ezt érik el, vagy ezt próbálják elérni ezeken a támogatásokon keresztül. Viszont ez nagyon hamar láthatóvá vált, hogy ennek a jó részét a legnagyobb gazdaságok zsebelik be, és egyrésztől ennek ellensúlyozására van egy ilyen EU-s nyomás, hogy szeretnék ezt lejjebb faragni, és kisebb családi gazdálkodásokat támogatni, vagy hogy hozzájuk üssön el a támogatás, és másrészt viszont a Fidesznek is ez 2010-es választási ígérete volt, hogy kifejezetten a családi gazdálkodásokat fogják támogatni, és akkor ezzel kép ennek mond ellent, ami most a 2016-os, tehát a tavalyi kiosztott támogatásokra vonatkozó elemzésünk is mutat, hogy ennek nyoma sincs, hogy továbbra is a legnagyobb mezőgazdasági gazdálkodók, tehát a legfelső 10% zsebeli be a támogatásoknak a 76%-át, körülbelül 75-76%-át. Mm. Ez koncepcióváltás, vagy pedig egyszerűen technikai hiba, tehát az árverések rendszerében ugye a tőke erősebbek tudnak nagyobbat ráígérni, vagy tehát mi miatt van ez? Ez alapvetően egy ilyen nagyon nehéz bürokratikus kérdés, technikai kérdés, hogy az nagyon, nagyon fáradtságos és hosszú távú munka lenne, főleg Magyarországon, szerintem Magyarország egész rosszul áll mondjuk ebben a tekintetben, hogy a kis gazdaságokat támogassák. Sokkal könnyebb koncentrálni a meglévő erőforrásokat, és utána ezek a nagy gazdaságok könnyebben érik el ezeket a támogatásokat. Tulajdonképpen itt mekkora földterületekről beszélünk, tehát a családi gazdaság és a nagy, hát most már tényleg azt lehet mondani, hogy mamut mezőgazdasági cégek között, tehát mekkora a különbség területi nagyságban? Hát mi, amiket most vizsgáltunk, azok a legnagyobb magyarországi ilyen cégcsoportok. Ezek körülbelül ilyen hektárban több ezer hektár fölött. Tehát ezer fölött. Mondjuk egy családi gazdálkodásról meddig beszélhetünk? Tehát az nagyjából mekkora területet jelenthet? Hát most igazából nem merek belemenni, de én azt mondanám, hogy az bőven száz alatti. Száz alatti. Ugye itt nem tudom, tehát én vidéki gyerek vagyok, ott születtem, és egyrészt átéltem ugye a TSZ-esítésnek azt a demoralizációs hatását, amikor a földüktől megfosztott gazdák a TSZ-ben, a közösben már azért egészen más hát szemlélettel, lelkesedéssel, hozzáállással, motivációval működtek. Ugyanakkor azt is meg lehetett állapítani, hogy valamilyen fajta ilyen szövetkezés nagyon ajánlott a kisebb
gazdálkodóknál, hogy mondjuk ne kelljen mindenkinek egy saját traktort venni, hanem közös traktor legyen, közös kombájn legyen, és tovább, és így tovább, tehát valamilyen módon ezt koordinálni. Ez egyáltalán jelen van ma Magyarországon, vagy mindenki boldoguljon úgy, ahogy tudjon, és úgy szerezzen támogatást, ahogy akar. Hát ez egy nagyon érdekes lépés volt. Ilyen május környékén jelent meg a hír, hogy a Fidesz kormány elkezdte ezt a korábban is beígért agrárintegrációt, aminek pont ez lenne a célja, hogy ne legyenek széttöredezve ezek a gazdálkodások, hanem regionális, akár megyénként legyen egy ilyen integrátori szerep, legyenek ezek valamennyire egységesen, épp azért, hogy ne csak országos szinten, hanem európai szinten versenyképes gazdaság legyen. És akkor ez már korábban sejthető volt, hogy ez volt körülbelül ilyen 2012 körül, amikor ugye Ángyán József is felállt, és nem vitte tovább a vidékfejlesztési államtitkárságot, mert akkor elkezdett kiderülni, hogy ezt nem alulról képzeli el a kormány, hanem egy ilyen felülről központosításként, és most májusban derült ki ennek, hogy ezen elkezdtek dolgozni, és valóban, szóval, hogy ezzel az a probléma, hogy megyei szinten kicsit ilyen a kormányhoz közel álló, irányítható gazdák kezébe adnák ezt az integrátori szerepet. Uh-huh. Akkor nézzük az arányokat, tehát a támogatások, agrár támogatások elosztási arányainál, tehát kik kapják a nagyobb támogatást, a nagyobb támogatási részt? A nagyobb földterületekkel rendelkezők, vagy pedig a kisebbek? Igen, alapvetően ez a fő probléma, amit a legelején is említettem, hogy a legnagyobbak kapják a legtöbbet. Ez az arány egy kicsivel csökkent, miután bevezettek egy olyan korlátozást, hogy ilyen 1200 hektár fölött nem jár további terület alapú támogatás, ami ugye 1200 hektár az már nagyon jelentős terület. És ezzel egy kicsivel visszaesett, viszont megjelent egy másik támogatási fajta, ami a zöldítés, ott nincs ez a fajta korlátozás, ami ismét a nagy gazdaságoknak kedvez. Igen, a legnagyobbak. És ezzel, pont ezzel a visszaeséssel kapcsolatban volt egyik érdekes megállapítása az elemzésünknek, hogy a legnagyobbak a tavaly többnyire visszaestek, főleg terület alapú támogatás összegében, kivéve két nagy kör, vagy hát az is két egymáshoz közeli nagy kör, ez a Mészáros Lőrinc családja és a másik felcsúti gazdálkodó, a Flér János. Jellemzően mire lehet támogatást kapni, tehát mire kapják a támogatást ezek a nagyok? A legnagyobb rész ebből a támogatási összegből ez a terület alapú, ez a megművelt, vagy még talán nem is kell megművelni, de az a terület, amin gazdálkodnak. Uh-huh. Ez körülbelül ilyen harmada fele, és ehhez hasonló a frissen bevezetett zöldítés támogatás, ez is egy ilyen terület alapú, de bizonyos ilyen környezetkímélő feltételeknek való megfelelés. Ezen túl mindenféle mezőgazdasági tevékenységre, tejhasznú tehén tartására, vagy hasonló, és van mondjuk egy olyan, ami kicsit így még érdekes, hogy a fiatal gazdákat is támogatja. Mennyire zajlik valódi termelés ezeken a nagy birtokokon? Tehát valóban mondjuk a 1000 hektárt az utolsó négyzetméterig használják és művelik, vagy itt elsősorban az eltulajdonlás volt a lényeges? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem a össztámogatásoknak mondjuk a kétharmadánál valós tevékenységhez kötött. Pont ez a nagy rész, ez a körülbelül egyharmadot kitevő
terület alapúnál kérdéses, mert ott tényleg magáért a területért jár, nagyon kevés feltétel teljesítése mellett. És én általában azt mondanám, hogy az általunk vizsgált 8 ilyen nagy cégháló, azoknak a többsége tényleges mezőgazdasági tevékenységet végez. Érdekes ez ott, ahol már egy kicsit mondjuk ilyen politikai szereplőknél is látható, hogy megkapják a támogatást, de hogy másmilyen gazdasági tevékenységet is végeznek. Itt felmerül a kérdés, hogy közben egyszerűen hogy marad idejük a mezőgazdaságra. Most mi várható? Tehát ugye megállapítottuk, hogy bár a kormány legtöbbször azt hangoztatja, hogy a kis családi vállalkozásokat preferálja, ennek ellenére nem egészen így cselekszik, várható, hogy azért ez mégiscsak helyreáll? Tehát kielégítették a barátoknak a földéségét, és a többi, és aztán utána a maradék azért mégiscsak oda jut? Vagy ez egyáltalán már esélytelen? Hát, ilyen nagyon hosszú jóslatokban nem tudnék belemenni. Azért is nehéz, mert a mezőgazdaságban sokkal lassabban zajlanak le ezek a folyamatok, mint mondjuk az építőiparban, a médiában, ahol alapvetően közbeszerzéseken alapulnak ezek a leosztások. Itt legalább éves szinten zajlanak ezek a támogatások, meg ugye ennek egy előfeltétele az, hogy a földet meg kell szerezni, azok bérleti szerződéseken alapulnak, azok lehetnek több évre szólóak, tehát itt lassabban zajlik ez az átrendeződés, és például amit láttunk pontosan mondjuk az építőiparban, hogy az Orbán-Simicska vitát követően azonnal látszik, hogy megtört a közgépnek a dominanciája. Ez a folyamat kb. Most arra gyűrűzik be a mezőgazdaságba. Tehát ezek a friss kormányhoz mostanában hű körök. Ezek most látszik meg azt, hogy elindult a szekerük. És akkor én ezt mondanám, hogy valószínű ez lesz látható a következő évben, hogy még ezek a körök fognak teret nyerni. Tehát magyarul a családi gazdaságok változatlanul el vannak hanyagolva is abba az irányba. Hát, főleg ez, amit említettem is, hogy ez az agrárintegráció mostanában indul be, én ennek nem látom nyomát, hogy a kis családi gazdaságok. Köszönöm szépen Juhász Attilának, a K-Monitor munkatársának, hogy rendelkezésünkre állt. További jó munkát kívánunk. Viszont hallásra.